A téli hideg beállta előtt a fűtésrendszerünk ellenőrzése mára elengedhetetlen feladat. Ezzel korábbi adásunkban már foglalkoztunk. Ugyanolyan lényeges a kémények tisztítása, vizsgálata, de sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan lehet a kéményseprőt kihívni, egyáltalán a lakosságnak a feladata-e ez. Mukics Dániel, tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője segít eligazodni a most érvényes szabályzat alapján. Magánszemélyek esetén a kéményseprő évente egyszer térítésmentesen ellenőrzi, tisztítja a kéményeket. A kéményseprő végzi a égés termék elvezető, vagyis a kéménynek az ellenőrzését és kitisztítását, és ezt, hogyha lakossági sormunkáról van szó, tehát magánszemélyek kéményéről van szó, akkor nem kell megrendelni a kéményseprőt, hanem automatikusan érkezni fog. Úgy történik, hogy a kéményseprő egy értesítést hagy a postaládánkban 15 nappal az első sormunka időpontja előtt. Hogyha ekkor otthon vagyunk és be tudjuk engedni a kéményseprőt, az a legegyszerűbb. Hogyha nem tudjuk első alkalommal beengedni, akkor sincsen semmi baj, hiszen ismét egy értesítést hagy a postaládánkban, hogy később, 15 nappal későbbi időpontban újra felkeres bennünket, hogy ellenőrizze a kéményünket. Ha ekkor sem tudunk otthon lenni, akkor megint egy értesítést fogunk találni a postaládában, akkor viszont már nekünk kell felvennünk a kapcsolatot a kéményseprőkkel, hogy 30 napon belül egy közös harmadik időpontban állapodjunk meg, amikor a kéményseprő ki tud jönni és el tudja végezni a kéményünk ellenőrzését és tisztítását. Fontos, hogy ezt tegyük meg mindenképpen, hiszen nagyon komoly problémák származhatnak abból, hogy a kémény nincsen megfelelően ellenőrizve és kitakarítva. Elég, hogyha például csak a kéménytűzről beszélek. A kémény falán lerakódott korom egy befűtés alkalmával felízzik, és ez nagyon könnyen kigyulladhat, ami pedig az egész tetőszerkezetet meggyújthatja. A lakossági kéményseprés ingyenes, automatikusan érkezik a szakember, 2016. július 1-től lépett életbe ez a rendelet. Amennyiben az ingatlanhoz gazdálkodó szerv van bejelentve, akkor díjköteles a munka, és meg is kell rendelni, illetve ekkor nem a katasztrófavédelem végzi a feladatot, hanem egy kéményseprő céget kell felkérni. Amennyiben kérdésük van, több lehetőség is nyílik. Hogyha bárkit több információ érdekel a kéménysepréssel kapcsolatban, az forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot kiválasztva eljuthat a kéményseprőipari ügyfélszolgálatunkhoz, vagy interneten is utána tud nézni a www.kéményseprés.hu weboldalon.